forog! Matóz János és Kovács Szilvia társrendezésében, aki egyben a film producere is, a 17-es Honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társainak életéről készül nagyívű filmetűd. A Haza című filmben a fiatal székesfehérvári születésű katona az első nagy világégés során az arcvonalban megélt harcait, illetve szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be, Lantai Májer József naplója alapján. A film stábja néhány napra Erdélybe, Székelyföldre költözött, hogy a Hargitán idézzék meg a foglyok Szibériába vezető útját. Amikor Matúz János rendezőtársamat megkértem arra, hogy részt vegyen ebben a produkcióban, akkor ilyen hajmeresztő jelenetekkel állt elő, és én nem is gondoltam, hogy ezt ilyen módon fogjuk megvalósítani. Például az, hogy Erdélybe eljövünk ezért, ez álmaimban sem fordult meg. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, és hát ritka kedves emberekkel tudunk együtt dolgozni. Matúz János, aki rendezőként és forgatókönyvbíróként is jegyzi a történetet, az embert próbáló út pillanatait összegezve megerősítette, Csíkcsomortán és az ott élők olyan segítséget nyújtottak, ami minden pillanataiban támaszt nyújtott az alkotói folyamat megvalósításában. Az ember leül egy íróasztal mellé egy urbánus környezetben, és kifantáziál belőle. És kiderül, hogy annak a fantáziának valóságban vannak alapjai. Azok a helyszínek léteznek, azok az emberek léteznek, azokat az embereket megtaláltuk, és valami egészen különleges, euforikus közösségben hoztuk létre azt, amit itt létrehoztunk. Szerintem mindenkinek, magamat is beleértve, egy életre szóló élmény. Ami aztán következik, az tulajdonképpen egy újabb magányosabb műfaj, az utómunka fog következni, a képi és a hangi utómunka, de egyre jobban remélem azt, hogy ennyi közös tapasztalással, ennyi hihetetlen helyen, az, hogy Csíkországban tudtuk forgatni, milyen különös fintora az életnek, hogy ebben az egészen varázslatos környezetben tudtuk forgatni a szibériai nyomor képeit. Tehát nekem ez fog megmaradni, hogy miközben a hátunk mögött csodálatos, elképesztő emberek dolgoznak, a közben nekem azt kellett instruálnom az előtében a kameralát, hogy itt a legnagyobb nyomor van. Úgyhogy szerintem, amit mi együtt közösen vállaltunk, hogy ezt a nagyon furcsa odüsszeját, ezt a road movie-t, ezt a utazás történetet, a mi fehérvári fiunk utazás történetét erőteljes képekkel a köz örömére bemutatjuk, arra szerintem most nagyon komoly lépéseket tettünk, úgyhogy én remélem, hogy ez az anyag, ez méltó lesz ahhoz a helyzethez, hogy mindenki átélhesse ezt a nagyon furcsa, bonyolult létezést, amit az jelent, hogy az ember a hazájától 8000 kilométerre nem szabad. Ez egy szabad forgatás volt, hihetetlen kreatív együttléttel, minden pillanat a boldogság volt, de ez igazából önmagában semmit nem jelent. Én abban bízom, látva, belenézve, belekukkantva az alkotótársak, az operatőrök blendébe, nézőképeibe, hogy ez a különleges utazás, ez nagyon erőteljes képekkel fog megmutatkozni, úgyhogy nagy köszönet mindenkinek, akit illet. A hétfős fehérvári csapat mellett a csíkcsomortáni Lármafa Egyesület színjátszói is szerepet kaptak az alkotásban. A Lármafa csoport 2010-11-ben alakult. Aktív tagjai a mostaniak is, akik a film forgatásban részt vettek. Színdarabokat tanulunk, járunk falvakra, Magyarországra, Csanádpalotára minden évben majdnem eljártunk a amatőr színjátszó csoportok vetélkedőjére. Mindig próbálunk olyan darabokat össze
szedni, vagy keresni, hogy vidám jelenetek legyenek, mert adtunk mi elé szomorúakat, és de nem a közönség nem értékeli. És gondoltuk, hogy a vidám jelenetek azok sokkal jobbak. A Lármafában többen olyanok vannak, akik férsfeleség, és akik szeretik. Megkértem az összes csapattagjait, hogy szeretnének-e bele menni ebbe a filmforgatásba, és mindenki egy szóra mondták, hogy igen. Nagyon-nagyon rendesen libabőrös vagyok, mert annyira tetszett nekem, hogy remélem, hogy nagyon fog sikerülni, mert úgy drukkolunk. A filmben kiemelt szerepe volt a legtöbb háttérmunkát megteremtő rendező asszisztensnek, akit a stáb a több mint egy éve tartó forgatás sorozat összetartó erejének, lelkének is tart. A két fiú, Józsi és a barátja, fantasztikusak. Én nem is tudom elképzelni, hogy egyik órában még nyárban vagyunk, másik órában még már télben vagyunk, és ezt ők úgy meg tudják oldani, hogy tökéletes. Én azt remélem, hogy majd a filmben is ilyen lesz. Ezzel az úttal kapcsolatban inkább csak az kellékekről kellett gondoskodni, de nagyon sokat segített nekünk a Lármafa együttes, akik számos-számos dolgot hoztak nekünk. Egyrészt, másrészt a saját szerepüket, tudásukat, színjátszásukat adták ahhoz, hogy ezek a forgatási percek, órák ilyen szépek legyenek. Úgyhogy most könnyű volt a dolgom, igazából a legkönnyebb. Mielőtt elindultunk, készítettem egy a János által írt forgatókönyvet, bedátumoztam, ahová beírtam, hogy mit vettünk föl, mit nem vettünk föl, hol vesszük föl, mi szükséges hozzá, és akkor vagy előző nap, vagy másnap reggel, illetve aznap reggel, akkor mindent végignéztünk, hogy megvan-e. Hát igazából minden megvolt. Ami meg nem volt, meg abban megsegítettek az itteniek, mert olyan emberekkel találkozunk, akikből ha 8 milliárd lenne, is kevés lenne. Az erdélyi havasok tökéletes helyszínt biztosítottak a forgatáshoz. Bacani Szilveszter segítségével, bár nem kis erőfeszítésekkel, de sikerült a lovasszános jeleneteket is rögzíteni. Rám egy érdekes feladat várt, mert ugye hozni kellett az akkori korhű dolgokat. Nem tudom, hogy mennyire sikerült az orosz sapkával, meg a mindennel, a szánkóval. Hát főleg, hogy a lovacska is elég keveset volt egyedül, befogva így mindenki számára új volt. A filmre, ha mondhatom, volt rá a szerencsém, de általában saját magunknak reklámfilm forgatás céljából volt. Neki is mentálisan nehezebb a dolog, mint a teher, ami utána volt, mert hogy lassan menjen, vagy gyorsan menjen, nem szabadott magyarul beszélnem vele, úgyhogy inkább ezek voltak a nagyobb gondok, meg amúgy is a lovacska néha tudni kell, hogy nem egy motor, vagy egy bicikli, amit az ember rövidbe tesz, rövid sebességbe, és az addig gurul, míg aztán egyszer csak valaki a féket bányomja. Ő lehet, hogy úgy gondolja, hogy nem akarok menni, és akkor egy másfajta indító kulcs kell, de remélem, hogy sikerült a célnak megfelelő videót legyártani. A stáb embert próbáló hidegben forgatta a kinti jeleneteket, a főhősök több mint mínusz 10 fokos hidegben érhették át az általuk alakított szerepeket. Ahhoz képest, hogy igazán lefagytunk tetőtől talpig, a lábunkat már alig éreztük, vagy már nem is éreztük, ahhoz képest nekem ez a nap nagyon tetszett. Egyrészt, mert itt Székelyföldön csodálatos emberekkel találkozhatunk, nagyon jó a társaságuk, nagyon jó velük beszélni egyrészt, másrészt pedig ennyi havat már nagyon régen láttunk otthon, és ezért megéri. Mivel én sem minden nap vagyok mínusz 20 fokban, nekem sem mindennapi programom az, hogy mínusz 20 fokban tevékenykedjek kint minél kevesebb ruhában, ezért azért úgy gondolom nem volt túlságosan nagy kihívás fagyoskodnom, mert ez nem színész játék, ez tényleg fagyoskodás volt. Számomra tényleg borzasztó nagy élmény volt, és tényleg ez volt a talán eddigi legkeményebb napja a forgatásnak. Csodaszép helyszínen, tényleg gyönyörű tájak, hegyek között, fenyőerdő közepén, úgyhogy elképesztően gyönyörű. És tényleg én életemben először járok Székelyföldön, de mondták, hogy szép lesz, mondták, hogy csodálatos lesz, de ez valami varázslatos tényleg, tehát nincs rá jobb szó. És ilyen közegbe forgatni egyszerűen a
Hazudnék, hogyha 100%-ig azt mondanám, hogy nem éreztem a hideget, de sokkal kevésbé koncentráltam arra egy ilyen csodálatos környezetben. Az alkotók korabeli épületeket idéző házaknál is rögzítettek jeleneteket. Az egyik ilyen kiemelt helyszín volt Csomortáni Gál László képzőművész és családjának hagyományőrző háza is. Míg a stáb az épületben dolgozott, a festőművész máshol munkálkodott, így kedvesét kérdeztük a házukban történő forgatásról. Ennek a háznak minden kicsi részét beéljük a gyerekekkel. A férjem Csomortáni Gál László képzőművész, én nemezkészítő vagyok, úgyhogy mind a ketten igazából a természetes anyagokkal dolgozunk, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy mondjam, hogy ez a környezet. Vagyis így tudunk kiteljesedni mindketten, hogy természetes környezetben, természetes alapanyagokkal dolgozunk. Jó érzés számunkra ez, hogy a lakásunk, ahol élünk, ez egy filmben lesz. És egyben megtiszteltetés is. Az eredeti valójában ez a ház 1883-ban épült. Itt a faluban volt, amit lebontottunk és újjáépítettük itt a saját telken. Mivel hogy ez egy nagyon régi ház, ide nem illenek az új bútorok. Szóval minden bútor, ami itt a házban van, az vagy Laci férjem örökölte, vagy próbáltuk azt a hangulatot kelteni ezekkel a bútorokkal, ami régen is volt. És nem csak a bútorokkal, hanem egyszerűen villanyárom sincs a falakba benne, szóval agyaggal tapasztva ez a ház, ahol itt most vagyunk, ez bolhaszeggel van, még nem is létezett. Úgyhogy mindent próbáltunk úgy, ahogy volt a jelenbe építeni és úgy élni. A Székelyföldi úttal befejeződött a film forgatása, következhetnek az utómunkák, amelynek során archív felvételek beépítése is megtörténik, hogy aztán a vágás után következhessék a sokak által várt bemutató.